A héten a költségvetést tárgyalta a parlament, több gazdasági bizottsági ülésen is voltam, illetve felszólaltam a plenáris ülésen is a költségvetéssel kapcsolatban, illetve elkezdődött az előválasztás is. A héten két gazdasági bizottsági ülés is volt. Az egyiken, sok egyéb más között, az MTA-ról is beszéltünk, illetve ugye a fideszesek a gazdasági bizottság ülés előtt pár órával módosították a napirendet, ami természetesen az ellenzék nem fogadott el, de ők igen, és ugye itt jött a csavar, hogy az MTA-val kapcsolatban behoztak egy olyan módosító javaslatot, ami természetesen arra irányul, hogy az MTA-tól pénzeket vonjanak el. Természetesen a fideszesek ezt megszavazták, természetesen az ott lévő ellenzékiek, így én is ezt a javaslatot nem szavaztuk meg, de már másnap ez úgy interpretálódott, hogy a gazdasági bizottság elfogadta ezt a bizonyos javaslatot. Én ezzel mélyen nem értek egyet, borzasztó az, ami az MTA-val kapcsolatban történik. A másik bizottsági ülésen Rogán Antart hallgattuk meg arról, hogy mit is művelt ő az elmúlt évben azokban a feladatokban, ami rá van bízva. Elmondta természetesen, hogy minden nagyon rendben van, és hogy a sok egyéb mellett a turizmus mennyire épül. Én jeleztem neki, hogy 42 éve járok a Balatonra, de idén volt először az, hogy haltetemekkel volt tele a Balaton és a Siófokon, föl volt túrva az egész part, és jeleztem, hogy ha ennyire fogjuk fejleszteni a turizmust, akkor nem sokára senki sem fog Magyarországra jönni. Természetesen sok egyéb mást is kérdeztem Rogán Antal úrtól, de nem nagyon kaptam választ rá, így nem kaptam választ arra sem, hogy a hajószerencsétlenség kapcsolatban érintett hajózási cég hogy kerülhetett egyáltalán Magyarországra, illetve arra se kaptam választ, hogy ezentúl, hogyha valami olyasmi történik a médiában, ami neki nem tetszik, mint például a HVG címlapja egy hónappal ezelőtt, akkor ilyentől kezdve mindig az fog történni, hogy egyszerűen szerződéseket bontanak, és elhetetlenek újságokat. Erre a kérdésekre nem válaszolt, természetesen nem fogom annyiba hagyni, írásbeli kérdésekkel fogok ezeknek az ügyeknek is a nyomába eredni. A héten elkezdődött az előválasztás Budapesten. A tét az, hogy ki lesz a Tarlós István kihívója. A Magyar Szolidaritás Mozgalom, és természetesen én is, Karácsony Gergőt támogatom, szavazni június 20-ától június 26-áig lehet. Kérlek, menjetek el Budapesten a 15 sátor egyikébe, és szavazatok le Karácsony Gergőre, a Magyar Szolidaritás Mozgalom főpolgármester jelöltjére. A plenáris ülésen a költségvetéshez hozzászóltam, sok témában fejtettem ki a véleményemet, így többek között ahhoz is hozzászóltam, hogy Simicskó István azt mondta a parlamentben, hogy ő mennyire örül annak, hogy a Magyar Honvédséget több mint 600 milliárd forintból fejlesztik. Én itt nyilván elmondtam, hogy nem a hadsereggel van probléma, egyébként részemről akár még a sorkötelességről is lehet beszélni értelmes formában, de ugye a Magyar Honvédséget most az elmúlt hónapokban, években támadó hadsereggé alakítják át, és jeleztem Simicskó Istvánnak, hogy ez nagyon nincs rendben. Az meg már főleg nincs rendben, hogy ennek annak, hogy a Magyar Honvédséget egy támadó honvédséggel alakítják át, egy kereszténydemokrata örül. Meglepő fordulatként Simicskó István a két hozzászólás között odajött hozzám, és hát egy jó ideig beszélgettünk arról, valójában magyarázkodott, hogy bár van nekem igazam, de az mégsem úgy van. Én természetesen közöltem vele, hogy mint hadügyminiszter, neki pontosan tudnia kell, hogy egy hadseregnek lehetnek védekező feladatai, és lehetnek támadó feladatai is, és a Magyar Honvédséget az elmúlt hónapokban, években támadó hadseregi alakítják át, ami nem sok jót jelent hazánkra nézést.